A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép napot kívánok, 1996-ban járunk. Ebben az évben 1 liter 95-ös benzinára 115 forint volt. A drága benzinnel nem törődve már ekkor is rengeteg autó volt, és persze megjelentek a parkolási gondok is. Annak idején, amikor a városi szabadpiacot a Sárból, Latyakból, a Palotaváros hátsó részén épült kulturált vásártérre költöztették, sokan fellélegeztek örömükben. Pedig a piaci probléma gyűjtőnéven ismerté vált állapot csak félig oldódott meg ezzel. Akik rendszeresen járnak bevásárolni a vásártérre, azok tudják csak igazán, hogy a rengeteg jármű miatt, főleg a szombati napokon, micsoda kaotikus állapotok uralkodnak a Palotai út, Halász utca, Selyem utca által közrezárt városrészen. A varázsszó pedig a parkolás. Ezen próbál most segíteni az önkormányzat azáltal, hogy a Palotaváros említett területének átépítési tervmódosítását a lakosság részére hozzáférhetően közszemlére bocsátja. Az önkormányzat Kossuth utcai ügyfélszolgálati irodájában helyezték el a tervrajzokat, melyek fő jellemzője, hogy a már meglévő terveket ugyan nem módosítják a lényegi részeket illetően. Mégis a küszöbön álló építkezéseknél nagyon szigorú szempont lesz, hogy rendezett tervek alapján folyjon a Palotavárosi Intézményközpont első ütemtervének megvalósítása. Ezen belül is a legfontosabb a már említett parkolási gond orvoslása, elsősorban vadonatúj parkoló komplexum kialakításával tehermentesítendő a lakóterületeket. Ez volt már a napi retro, nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.